Késett. Ennek az az oka, hogy mondjuk úgy, hogy gondoltam, hogy nagy érdeklődés lesz az új könyvem iránt, de már is elfogyott az, amit a nyomdából kihoztam, és utánrendelést kellett leadnom nagyon hamar. Úgyhogy lényegében az első körrel elment az összes kinyomtatott könyvem. Úgyhogy köszönöm ezt a nagy érdeklődést, amennyiben a megrendelője vagy az új könyvemnek, a Galaktikus Történelem egynek. És ez a sorozat nem fog megállni, mert hamarosan jövök a második részével. Aki nem sokára postán meg fogja kapni, mert ennek a könyvnek a megrendelője. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, amit a könyvbe is leírtam, hogy gyógyító hangrezgések vannak benne, rengeteg idegen, ősi kifejezéssel kapcsolatban, vagy ősi kifejezés gyanánt szerepelnek ezek a gyógyító hangrezgések, ezektől nem kell megijedni, mert emlékeztetnek téged fiemberi múltadra, és a második kötettől egy picikét könnyebb lesz a nyelvezet, tehát olvasmányosabb lesz. Az első kötet gyógyító hangrezgései miatt is nagyon részletesen és alaposan bele kellett írnom azokat a kifejezéseket, amelyekre még esetleg nem emlékszel, és ez a könyv fogja benned felhozni a DNS-edből ezeket a kulcsokat. Tehát a könyvem körüli munkálatok miatt csúszott meg a negyedik videó, de itt vagyok, és általában elmondható, hogy a következő hónap 5. napjáig mindig minden videó megérkezik. Tehát az a legkésőbbi időpont, a november 5-e vagy december 5. Tehát most mondtam egy időpontot, hogy ha túl is csúszik az adott hónapon, akkor a következő hónapba belépve annak 5. napjáig egészen biztosan minden videó megérkezik. Jó. No, akkor térjünk át a mai óra anyagára, az igazi életvirága és a hamis életvirága témájára. Ebben a videóban leginkább Thoth leleplezésével fogok foglalkozni. Úgy érzem, és azt az üzenetet kaptam, hogy ezzel kapcsolatban világítsak meg több dolgot. Tehát Thoth, vagyis Hermész Trismegisztos személyiségével, történetével kapcsolatban kell több dolgot, több információt felhozni, átadni, mert leginkább így érthető meg Thoth, illetve azoknak a hamis fényt szolgáló lényeknek a szándéka, akik az emberiségben elterjesztették a hamis életvirága szimbólumrendszerét és az ehhez kapcsolódó következményeket. És ez ehhez kapcsolódó metatron és spirált, az ehhez kapcsolódó halálmerkaba, születés és halálmerkaba csillag, úgymond divat hóbortját. Ismétlésképpen felmutatom azt a két ábrát, amit ha láttad a nyilvános videót erről, akkor tudod. Lehet, hogy annak hatására rendelted meg ezt a videót. Ha azt a nyilvános videómat az életvirágáról mégsem láttad, akkor ajánlatos nagyon megnézni. És azt kell először is átismétlésképpen gyorsan elmondanom, hogy spirituális körökben Magyarországon is és az egész földbolygón ugye elterjedt egy hamis életvirág szimbólum, amelyet mindjárt felmutatok, hogy néz ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az eredeti élet lótusza. Sokan mondják, most már kaptam ilyen leveleket, illetve mások spirituális videóit megnézve, néhány ember spirituális videóját megnézve, ők ezt próbálják cáfolni az én és esélyen megállapításait és a tényállásokat, oly módon, hogy hát az hamis életvirága jel az igazi, mert nagyon ősi egyiptomi templomokban is megtalálható, aztán azért is igazi, mert amit mi Ashkenazinnel igazi életvirága szimbólumként mutatunk, az valójában a genézis tórusát ábrázolja, és hogy mi ezt nem tudjuk, de mi tudjuk. Az a lényeg, felmutatom tehát a kettőt.
Ugye, ezt mutattam a nyilvános videóban, még egyszer ez a hamis életvirága, ez az, amit eleddig mindenki, akárcsak drumvaló Melchizedek könyve előlapján, a életvirágának ősi titka 1-2 könyv előlapján is szerepel, medálokon, mindenféle műveken, mandalákon, hogy mandalákat készítni, ilyen mandalákat készítettek nagyon sokan, nem tudván azt, hogy esetleg ez nem az eredeti, igazi életvirága, ami az életet szolgálja, mert ez az igazi életvirága. Természetesen ebben is megtalálható a genézis, a teremtés, de akkor felvetődhet a kérdés, hogyha valaki azt mondja, hogy az az igazi életvirága, amit mi mutogatunk Ashiana Dean-nel, az a genézis, akkor én meg visszakérdezek, hogy mi más lenne az igazi életvirága, hanem a genézis. Tehát így is megközelíthetjük a kérdést. A teremtés első lehellete, Isten középpontjából elkezdi a saját tudatát tágítani, és egy középpontból táguló egyéni tudatokat létrehozó, önmagából egyéni tudatokat létrehozó, az örökkévaló és végtelen életet szolgáló teremtést hoz létre, míg ez ebben az ábrában nem felelhető, pontosabban felelhető egyfajta középpontból való terjeszkedés, hiszen középpontból kiindulva rajzolgathatjuk ugye mindig az egyes körök metszetéből kiindulva tovább a végtelenségig lehet rajzolgatni ezeket a köröket. Mégis ezt az hamis életvirág élet ugye szokták egy vagy kettő vonallal ráadásul körbezárni. Ami szintén egy helytelen ábrázolás, mert ezzel még ezt a hamis szimbólumrendszert, ezt a hamis körrendszert is bezárjuk egy véges időbe. Vagyis hová? A születés és halál óceánjába. A hamis életvirággel, még egyszer elmondom, a születés és halál körforgását, a reinkarnációt élteti, nem csak azért, mert körülötte van ez a kettős vonal, amit köré szoktak rajzolni, hanem a benne foglalt mechanika, spirituális mechanika miatt. Ez az életvirága jel az igazi, amely köré nem csak, hogy nem szabad vonalat rajzolni, de nem ez adja az igaziságát, hanem az, hogy a középpontból kiindulva egy örökkévaló és végtelen felemelkedési metódust tesz lehetővé, mert valóban a teremtés igazi mozzanatai vannak benne, Isten tágulási ciklusai. És nem csak, hogy Isten tágulási ciklusa van benne, pontosabban azért lehet benne Isten tágulási ciklusa az igazi életvirágában, az igazi élet lótuszában, mert ezt így hívjuk, mert az igazi fényt szolgálja, tehát az igazi fény és szeretet terjeszkedik az igazi életvirágában, Isten fényessége és a benne foglalt szeretete révén, mivel ez táplálja Isten tudatának részekre bomlását, tágulását, vagyis azt, hogy mi egyáltalán létrejöttünk belőle. Míg a hamis életvirágjelben, ott mondjuk úgy, hogy egy hamis fény szakrális geometriája figyelhető meg. Ezt megint elmondom ismétlésképpen, hogy mi az alapja az igazi fénynek, amely nem hamis fény? Mert még egyszer elmondom azt, hogy attól, hogy egy lény előtted fényesen megjelenik, nem jelenti azt, hogy ő neked jót akar, hogy téged szolgál. Tehát hanem önmagát szolgáló lény is lehet az, aki fényesen jelenik meg előtted. Erre legjobb példa például olyan 4. és 5. dimenziós lények, akik, még egyszer elmondom, hogy nem a jobb, ha most egy képzeletbeli folyósót képzelünk el, vetítünk magunk elé, akkor vannak jobb oldali ajtók, meg baloldali ajtók. És az egész folyósó egy csatorna rendszer, amely magába foglalja felfelé a különböző dimenziókat. De ha a baloldali ajtó, 5. dimenzió baloldali ajtaján megyek be, akkor ott találhatok bizonyos alsíkokon olyan lényeket, akik bár fényesek, tehát nagyon sokat tudnak. Tudásuk a kilönt nyelvről, a fényszimbólumok nyelvezetéről, a világ teremtéséről, a felemelkedési mechanikáról, a születés mechanikájáról, a halál mechanikájáról igazán gazdag.
De a szeretet energia nem kíséri tevékenységüket, tehát elsősorban önmagukat szolgálják. A jobboldali ajtón belépve, az ötödik dimenzióban pedig olyan világokat találunk, ahol egymást segítő, egymás érdekeit is néző, a másikat nem eltipró, önzetlen lények világait találjuk. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel a hamis életvirág jellel nagyon könnyedén meg lehetett vezetni az emberiséget sok-sok-sok százezer éve, sőt, mit már ez millió években mérhető, mert azoknak a lényeknek a munkálkodása, akik tudatosan elterjesztették ezt a hamis életvirág szimbólumot az emberek között, azok nagyon is jól tudták, hogy mit csinálnak, és hogyan fogják tudni ezzel bezárni a születés és halál körforgásába az embereket. Még egyszer elmondom azt, hogy az tehát a baloldali ajtósok, a hamis fény sajátja az, hogy csak két részecske kapcsolódik egybe, képez egy metszetet, most lebutítva, leegyszerűsítve átismételjük a lehető legegyszerűbb megvilágítással, de ugyanakkor ez a lényeg, mert ez az alapja az egésznek. Két részecske, két fényrészecske, amely nyilván hullám természetű is, összekapcsolódása a hamis fény alaprezgése. Tehát két részecske összekapcsolódása, két kör összekapcsolódása, amely metszetet alkot, ez a hamis fény mondjuk úgy alapegysége, mint egy alapmértékegysége. És ez a két összekapcsolódott fényrészecske sohasem tud önmagában, tehát így kettesével sem rezegni oly módon, ahogy az igazi fény részecskéi rezegnek, és tova terjednek. Miért? Mert az igazi fény egy hármas részecske szerkezetből áll, és ezt tulajdonképpen a Szent Háromságnak hívhatjuk. Ugye Szent Háromságnak több mindent hívhatunk, de az összes Szent Háromság, amit annak hívunk, az alapja ide vezethető vissza, a fény, az igazi fény szerkezetéhez. Ez egy partiki fizika, egy partiki mechanika, vagyis a minden anyag legapróbb mérték egységéhez, vagy egységéhez visszatérő teremtésfeltárás, aminek az a lényege, hogy Isten harmadiként mindig ott kell, hogy legyen a két részecske fölött, például a férfi és a nő fölött, amikor gyerekük születik, vagy egyáltalán gyerekre gondolnak. Aztán, amikor bárki, aki két ember, aki valamilyen foglalatosságot végez, akár egy asztalos műhelyben, mikor lesznek szebbek, jobbak azok az asztalok? Hogyha behívják Isten energiáit is, harmadikként mindig a harmadik Isten. De ugyanakkor ő az első is, aki magával kibocsátja az első embert, a második embert, a harmadik embert, a negyedik embert, stb. Tehát ez a Szent Háromság azt jelenti, hogy Istent mindig, mint egy felsőbb részecskét be kell hívnunk alkotó tevékenységünkbe, mindennapi dolgainkhoz, mert minden sokkal egyszerűbb lesz. És a mai társadalom sem lenne olyan, amilyen, ha minden gyerek úgy született volna meg, vagy úgy fogant volna meg ezen a világon, hogy közben mindkét fél, a férfi és a nő is Istenre gondolt volna, Istennek ajánlotta volna fel az egész aktust. Az egészet egy művészi színvonalra emelve. Tehát magasztosságba emelve, amely természetesen nem kisebb mértékű szenvedélyt jelent, sőt, még csak ez adja meg igazán az isteni teremtés, alkotása szenvedélye, az igazi szenvedélyt. Az természetesen, még egyszer elmondom, hogy a hamis életvirágához, mint ahogy sokan már tudják is ezeket rajzolni, egy hamis életfarendszer is tartozik, hiszen az életvirága jelbe berajzolható, ugye az életfarendszer. Ezt is felmutatom még egyszer, hogy ez a hamis életfa, amely ugye berajzolható abba a körbe, amit az előbb mutattam a hamis életvirág szimbólumba. Ez 10 életgömbből áll, vagy 10 szefirából, míg itt látható a hamis életvirága. Ezt újra megmutatom. Míg, és itt látható a hamis fény szerkezete. Ez a kettő részecskéből álló, és a metszetükből álló szerkezet, részecske szerkezet, míg itt található
Az igazi élet fa szimbólumrendszere, amely az igazi élet virágába belerajzolható, és ez 12 szefirából, 12 életgömbből áll, 12 bolygóból, tehát több mindennek megfeleltethető az életfa 12 gömbje, erről is majd részletesebben lesz szó, tehát mindent holografikusan kell látni, mindent több rétegűen kell, analógia szerűen kell látni. És itt látható az a hármas részecske rendszer, amelyről beszéltem, hogy itt fölül Isten, még egy ilyen napkorunkszerűen narancsosan mutatja a rajz, és akár ezt a kéket tekinthetjük a férfinek, a rózsaszínesebb gömböt a nőnek, metszetüket, ami akár megfeleltethető egy gyereknek is, vagy megfeleltethető egy közös dalnak, vagy valamilyen alkotásnak, amit a férfi és a nő együtt végez, de bármely más két ember közös alkotásánál is ott kell lennie Istennek. Ez a Szent Háromság alap részecske szerkezete, amely felépíti az igazi életvirágát. Ismétlésképpen ennyit, illetve kicsit másként mondtam el, mint a nyilvános videóban. És ezzel a témával az egész emberi fénytest szerkezet megismeréséhez, az ezzel összefüggő DNS rendszerünk megismeréséhez, az ezzel összefüggő csillagkapu rendszer megismeréséhez, az úgynevezett az ember kristálytesteinek, 15 dimenzióba kinyúló kristálytesteinek részletes megismerésével fogunk tovább menni, mert mindez összefügg az igazi élet virágával. DNS-ünk egy csillagkapu rendszer, egy templárrendszer, egy igazi templárrendszer, mert a templár, az univerzumos templár komplexum azt jelenti, hogy univerzálisan a mi időterünkön belül 12 fő csillagkapu rendszer működik. És nem csak az időmátrixunkban, a galaxisunkban, hanem ráadásul még a Földön is van 12 fő csillagkapu, és azon kívül mellék csillagkapuk. Ezek mind szervesen kapcsolódnak a 12 szálas, eredetileg 12 szálas DNS-ünkhöz. Olyannyira, hogy maga a DNS-ünk a csillagkapu átjáró. Nyilván földrajzilag is vannak csillagkapuk, például van Bagdadban, van a Hawaii-szigeteken, van Floridában, Irakban, mondtam, Egyiptomban, Gízában, stb. Tehát megvan a 12 fő csillagkapu, úgymond a központi csillagkapuk földrajzi helyszíne is a Földön, a mellék csillagkapuk földrajzi helyszíne is. Ugyanakkor mondjuk úgy, hogy a tudás bele van kalibrálva a te DNS-edbe is. Ez egy bonyolult mechanika, és összefügg, még egyszer elmondom, az igazi élet virágának mechanikájával, elválaszthatatlan attól, és ahogyan haladunk előre ebben az ismeretanyagban majd, és fogok mutogatni ábrákat, azzal elkezdjük megérteni, hogy egyetlen egy hajszálunkban, vagy a körmünk holdjában megtalálható galaxis rendszerek. Elkezdjük megérteni azt, hogy semmi sem rajtunk kívül álló, hanem a lelkünk mély kutyában alakítjuk a külső eseményeket. Tehát a csillagkapu rendszerek szimbolikája, gyönyörű rajzai, ha így tetszik, térben is megtalálhatók a DNS-ünkben, mert a DNS-ünk egy hatalmas térkép. Egy időutazásra és térutazásra képes, teleportációra képes isteni berendezés. És hogy ezt még jobban megértsük, ennek az előtörténetét, hogy lehet az, hogy a Földön mahinálták, megmásították Isten eredeti életvirág szimbólumát, ki volt az, vagy kik voltak azok, akik ezt megtették, és mit hoztak létre, milyen következménye lett ennek, legfőbb következménye az emberistenek megjelenése az Isten emberek helyett. Az emberistenek olyan embermásolatok, akik lélek struktúrája nem az eredeti, vagy nincsen lelkük,
és az emberek között élnek emberként. Tudjuk, hogy a földi ember között élnek emberi testben élő földön kívüliek is, akik csillagmagok, tehát beszületett földön kívüliek, vagy űrhajóval eljött földön kívüliek, angyalok, angyali földön kívüliek, de vannak olyan istenségek, akiket úgy hoztak létre, fantasztikusan, nagy tudással, de lelkük nincsen, vagy torzult lelkük van. Ők jellemzően 11 DNS szállal rendelkező bukott légiók tagjai, akik emberi életet vállalva, vagy beszületéssel, vagy megint csak azt mondom, hogy megtestesüléssel, vagy űrhajóval érkeztek erre a földre, és ténykednek háttérhatalmi erőkben, politikai rendszerekben többen, és ezek a lények azért jöttek el a földre, hogy egy hamis tükröt az ember elé tartva egy másolati világot hozzanak létre, egy az igazihoz hasonlító, de nagyon sok mindenben eltérő, torzított világot, rendszereket, eszméket hozzanak létre, és mindennek az alapja ez a hamis életvirág jel, amelyet elhitt az emberiség 95%-a. És akkor most szeretnék felolvasni Arkadij Petrovtól, Thothról, Hermész Trismegistosról, hogy hogyan kezdte el ő ezt a bulit a hamis életvirágával kapcsolatban, és mit tett ő, és hogy most mi van ezzel az üggyel, és azért kerestem ki ezeket a szövegeket Arkadij Petrov könyvéből, mert nem csak Asianadén beszél arról, hogy Thot hamis fényé vált, hogy a Thot, akit Hermész Trismegistosként is ismerünk, a hamis fényt kezdte szolgálni sok-sok-sok millió éve. És úgy gondolom, hogy mivel én Arkadij nem csak hogy magamtól is tudom ezeket, és látom ezeket az eseményeket, de leírva Asianadén nem írja le, videókban beszél Thotról, Thot bukásáról, Arkadij Petrov magyarul megjelent könyvében viszont fellelhető írásban is Thot leleplezése. És azért szeretném tovább erősíteni bennetek Thotról szóló történeteket, és hogy Thot a hamis fény oldalára állt. Mindenki azt hiszel, amit akar, de úgy gondolom, hogy két ilyen volumenű, hogyha nekem hisztek, az már jó. Ha Asianadénnek elhiszitek, hogy Thot az eredeti Kolostor Doroteura és KDT lemezekből, amely az ember fénytestrendszerét, az egész galaktikai történelmét, célját, vágyait, Isten álmát az emberek kapcsolatban tartalmazza, ebből ellopott egy lemezt, mondjuk úgy, hogy az idők hajnalán Thot, és eltorzítva smaragdtáblák néven tárta az emberek elé. Ezt nagyon fontos tudni. És hogy másik hogy nagy volumenű tanító, akinek a szavát hihetjük, mert abszolút hihetjük, Arkadij Petrov leírja úgymond az információs térben tett utazásait, amit ő nem kért soha, hanem egy fesetranszplantáció előtt a kórházban szenvedve kezdtek el neki jönni Krisztusról és az égi tudásról olyan filmek, hová? Hát mondjuk úgy, hogy a harmadik szemében látta ezeket, benne utazott ezekben a történetekben, benne volt, és nem csak elképzelte, illetve nem halucinált. És ezeket a történeteket lejegyzetelte, mert tudta, hogy egy felsőbbrendű akarat, mégpedig egy jó szándékú felsőbbrendű akarat mutatja neki ezeket a képeket, filmeket Jézusról, Jézus életéről, más dolgokról, amelyeket neki le kell írnia. Két hét múlva gyógyultan hagyta el Arkadij Petrov a kórházat, és egyértelműen érezte, tudta, hogy egy égi hatalom avatkozott be az ő egészségi állapotába, és tette egészségessé teljesen az orvosok legnagyobb ledöbbenésére, jól lehet, vesetranszplantációra írták elő. Nos, úgy gondolom, hogy már ez önmagában figyelemre méltó történet.
Arkadij Petrov utazásai később Igor Arepjevvel együtt, az Inform és Grigori Grabovoyjal együtt, az információs térben nevezzük így azt a teret, ahol világokba tekinthetünk be, ahol irányíthatjuk, alakíthatjuk az események sodrását, és nagyon sok mindent megtanulhatunk az őrzőktől, Istentől. Ezeken az utazásokon nagyon sok esetben Arkadij Petrovék szimbólumokban, egyfajta népmesei képekben kapták meg a tudást, de ez semmit nem volna az értékéből. Azért kapták így, hogy az egyszerű ember, hogy a kezdő spiritualitású ember is megértse, és megértse, hogy mi történik az információs térben, megértse, hogy az ember mennyire képes befolyásolni saját jelenét, jövőjét, sőt még múltját is, és hogy élvezetesebbé tegye ezt a hatalmas tudást és történethalmazt, amit Petrovnak át kellett adni. Ő az információs térben találkozott a teremtővel. Ezt, hogy ki hogy hiszi el, hogy ez milyen szintű teremtő, vagy maga Isten, azt mindenkire egyelőre ráhagyom, de nevezzük teremtőnek. Jóságos, hatalmas tudású, legtöbb tudású teremtőnek, atyának. Anyának is nevezhetjük, de úgy gondolom, hogy az Isten megnevezés a leghelyesebb, mert mind az anyai, mind az atyai energiát magába foglalja, mégis atyázza végig a könyvben Petrov ezt az Istent, ezt a teremtőt azért, mert itt Isten férfi, kiárasztó, teremtői, magvetői energiáit hívjuk meg, hívja meg Petrov ebben a könyvben, és elsősorban ettől a férfi energiás Istentől, Isten férfi energiás atyai részétől, a kiárasztó magvető részétől kapja meg a tudást, és helyes is, ha azt mondjuk, hogy Isten férfi abból a szempontból, hogy ő a teremtő, férfi arcban, férfiként jelenik meg, mint magvető, mint ahogyan a férfi a földön is a magvető, és minden, amit teremtett, mi magunk is, a világok, a bolygók, a csillagrendszerek, az anyai jellege Istennek. De itt egy természetesen egy androgén lényről van szó, amikor Istenről beszélünk, és akivel beszélget Petrov is, és Igor Arepjev, és Grigori Grabovoy, és nem véletlen, hogy ez a három orosz férfi egy időben jelent meg a színpadon, mindhárman óriási tudást hoztak le az elmúlt 20 évben, és hoznak le folyamatosan, és nyilván köze van ahhoz, hogy meg kell értenünk, oda kell figyelnünk ezekre a most orosz nemzetiségűként született férfiakra, hogy megértsük, hogy Tóth ideje lejárt, és miért járt le. És ezt a történetet tudni kell ahhoz, hogy megerősítsem Ásaján a díjén, hogyha neki nem hisz valaki, akkor Arkadij Petrovnak még hihet, mert mind ez a hölgy, mind Arkadij Petrov ugyanazt mondja Tothról. Én is ugyanezt tudom Tothról jó régóta, és a smaragdtáblákat olvasva már 10-es éveim végén, 20-as éveim elején tudtam, éreztem, hogy itt valami árulás történt. Nos, akkor gyerünk az olvasáshoz. Akinek megvan Arkadij Petrov A világ teremtése, Mensd meg a világot magadban című könyvvel, ajánlom újra olvasni ezeket a részeket, hát meg az egész könyvet. Akinek nincs meg, neki felolvasok, mert akinek pedig megvan, de nem emlékszik erre a részre, vagy ilyen összefüggésben még nem értette meg, vagy nem érdekelte, vagy nem olvasta el, vagy azóta elfelejtette esetleg, fontos lesz hallani. Ott kezdjük, azt kell tehát tudni, hogy ezek az események, amelyeket fel fogok olvasni, az úgymond, úgynevezett információs térben történnek, ahol a Teremtő Isten Atya megmutat, feltár Arkadij Petrovnak, Igor Arepjevnek, ők együtt utaznak, tobozmirigyük, merkaba mezőjük, stb. Finom szerkezetű testeik révén más világokban, miközben fizikai testük egy szobában ül a széken. Természetesen ajánlott elolvasni az egész történetüket, az egész könyvet,
mert akkor gyakorol rád a legmélyebb hatást, és érzed, hogy mindez igazság. És erről a fajta utazásról Anasztázia is ír, amikor Vlagyimir meg Rével a fűben fekszenek, egymáshoz érintik ujjaikat, Anasztázia segít Vlagyimir meg Rének leválni fizikai testéről, és elviszi őt egy másik bolygóra, és megmutatja ott az életet, miközben fizikai húsvértestük a fűben fekszik. Jó. Tehát ez egy nagyon ősi tudás, nem új keletű dolgot mondok, aki nem hiszi el, nem hiszi el, hogy létezik ilyen utazás, mert még nem volt benne része, de lesz, előbb vagy utóbb. Tehát itt most, nem a földi világban, amit ismerünk, a harmadik dimenziós ténykedés között történnek ezek a dolgok, hanem Arkadij Petrovék információs térben történő, finom szerkezetű világban történő utazásai alatt, amelyek alatt olyan nevezetes, olyan hatalmas mennyiségű tudást kapnak Istentől, amely méltó arra, hogy odafigyeljünk rá. És tényleg, mintha megvilágosodtam volna, jön elő minden az emlékezetem mélyéből, mesél Petrov. Látom, ahogy a teremtő meséli nekem, Igornak, meg Grigori Grabovojnak, mi fog történni sok ezer év múlva. Pontosan erről beszél, a mi időnkről, most. Nem olyanok vagyunk, mint most, még csak gyerekek. Igor áll középen, ő a legkisebb. És az atya sem olyan hatalmas, amilyenek mindig látjuk az utóbbi időben. A magassága teljesen átlagos, őszhaj, jóságos, bölcs tekintet. Arról mesél, ami még nem történt meg, de be kell következnie, ha képesek vagyunk megtenni, ami elrendeltetett. A feladatunkról beszél, mi meghallgatjuk. De nem mindenki látja, hogy a fal mögött egy óriási, atléta termetű ember kihallgatja beszélgetésünket. Ez a hallgatózó ember lesz Thoth, aki kihallgatja Arkadij Petrov, Igor Erepjev és Grigori Grabovoj akkori, tehát nyilván akkor nem így hívták őket, de ezeknek a lényeknek a beszélgetését, a három férfi beszélgetését a Teremtő Istennel. Teremtő Isten ott oktatja, valamit átad e három férfiúnak, akik most oroszok, és Thoth kihallgatja ezt a beszélgetést. Nyilván Isten a kihallgatást, tehát arról, hogy valaki hallgatózik, tudott. A három orosz férfiú, aki akkor nem volt orosz, pedig nem tudott. Hatalmas és erős ez a hallgatózó, mégis görnyet, kényelmetlen, lealacsonyító pózban rejtőzködik. Ki lehet? És hogy jutott át a poklot az atyakertjétől elválasztó szakadékon? Az arca szép, de büszke és hataloméhes. Egyértelmű, csak is valamelyik antik istenség lehet. Hogy hegyezi a fülét, mint a kutya? Megnyúlt arc, feszülten figyelő, éles vonások. Hallgatózik, leskelődik. Tudom már, ki ez. Szárnyak a kezén, lábán, vállán és sisakján. Túl egyértelmű névjegy. Hermész, az istenek hírnöke. Előtte meg a háromszor magasztos Thoth. Ezzel arra utal Petrov, hogy Hermész is a neve volt, és Thoth is. Akkor évezredekkel korábban nem tudtam, hogy kihallgatnak minket. Háttal álltunk a kert falának. Az atya három napon keresztül beszélt nekünk a jövendő eseményeiről, Krisztus első, második és harmadik eljöveteléről, az idők végezetéről, és a három nap alatt a ravasz istenség végig ott görnyedt, félve, hogy meg ne lássák, de el ne szalasszon akár egyetlen szót is. A teremtő után kémked, akinek pedig életét köszönheti, mint mindannyian. És most már azt is tudom, hogy a teremtő akkor látta Thothot. Emlékszem, milyen nagy szerepet játszott a Föld és az emberiség történelmében Hermész vagy Thoth, ahogy Atlantisban és Egyiptomban hívták. Könyvek ecsetelik szerepét, templomok zengik dicsőségét. De ki vezette az írók kezét? Ki küldte az ihletet? A Földön a vezetőknek mindig is megvolt rá lehetőségük, hogy megkérdőjelezhetetlen igazságokat hirdessenek. Így történt. De valóban így történt?
Mi tudjuk már, hogy az atlantisziakat azért büntette meg az Úr, mert harcba akartak szállni az éggel. Nem is olyan egyszerű tehát a teremtő és teremtményei közötti kapcsolatok történelme. Az özönvíz sem azért zúdult a földre, mert oly fennkült erényekkel lettek volna ékesek Atlantis királyai, kiknek egyike Thoth volt. 11 000 évvel ezelőtt Thoth került Hórusz helyébe Egyiptom trónján, ő lett a gízai piramisok titkainak őrzője. Lassacskán, írja Arkadij Petrov, az én tudatomban is életre kell az információ, ami a mélység szélén, gyűrűk és szférák alakjában a könyvből a hasonmásomhoz kerül. Haladéktalanul a királyok völgyébe kell mennünk, közlöm Igorral megfelebbezhetetlenül. Miért? Ott van az Iput. Mi az? És minek kell nekünk? Nem csak úgy egyszerűen kérdi, magában igyekszik valami adatra bukkanni róla. Az Iput, Thoth titkos szobája, oda rejtette az ősi proféciákat, amiket a teremtőtől hallgatott ki. Ezzel akarta megkutyulni kicsit a játékot. Mindenki számára ismeretlen fejezeteket iktat az események sorába, ami aztán megkérdőjelezi az egész történetet. És hol keressük? Húzza össze a szemét akaratlanul is Igor. Ismerem már, szakmai örökség. Még a rendőrségtől maradt vissza. Ezzel arra utal Arkadij Petrov, hogy Igor Erepjev régen a rendőrség kötelékében is dolgozott. De annak már jó régen vége. 3X-nek kell ott lennie, közli Arkadij Petrov. Azok közé rejtették az igazi smaragdtáblát. Értem, nyugtázza Igor. Itt ugye leírja, hogy elmennek Egyiptomba, nyilván finom fizikai testükben, és megkeresik Thoth szobáját, az úgynevezett Iputot, ahol őrzi az ellopott, amiről Asena Dén is beszél, az ellopott, a KDT táblákból ellopott lemez, amiből megkreálta, létrehozta a hamis smaragd táblákat. Itt írja is Arkadij Petrov, hogy a Thoth szobájában őrzött smaragdtábla, ugye nem arról a smaragdtábláról van szó, amit szándékosan napvilágra hozott, hogy port hintsen vele az igazat keresők szemébe, hanem az igaziról, amit a titkos védett szobába rejtett a királyok földjében. Hát, amit feltette másján a DN-től nyilvános videót, azt a 10-20 perceset, érdemes megnézni, aki nem nézte meg, a saját YouTube csatornámra tettem fel, ahol Kerek Perec kimondja, Asena Dien is az őrzők követe, egyik követe, hogy Thoth konkrétan ellopta, és én ezt tudom pontosan, szintén ellopta a Kolostor Dorateura lemezekből az egyiket, elvitte magával az Iputjába, ebbe az úgynevezett szobájába, Egyiptomba, és bizonyos szempontból másik dimenzióban is elhelyezte, és egy hamis átírta, és az átírtat adta, adagolta be nekünk smaragdtáblaként. A smaragdtábla az Iput közepén lebeg. Palack üvegéhez hasonló kőből van. Thoth maga készítette saját kezével, hogy senki meg ne tudja, mi áll benne. A zöld és a kék árnyalataiban játszó kövek árnyékot vetnek a térre. Az árnyék, átok és halálos betegség. Hátulról. Előről viszont dicsőséget, óriási hatalmat ígér Hermésztől. Kenőpénz. Hamis szövetségi ígéret. Az igazi szöveg középen van. Így szól. Ezt írja magáról Thoth. A hatalmasok leghatalmasabbika vagyok. Rengeteget elértem. A földek és vizek fele az enyém lesz. De minden attól függ, aki előttem jár, aki magasabb tőlem, aki 3 az 1-ben, vagy 1 a 3-ban. Ők az emberi fiak. Aki kinyitja sírom, azt azonnal utoléri a halál, a rettenet, a gyógyíthatatlan betegségek. De aki földi, ám az égből jön, aki 3 arcban 1, és 3 az 1-ben, tőle függ majd jövendő sorsom. Ezé a háromságosan egyé lesz. Az igazi hatalom. Ők emberi fiak, tehát Thoth kiemeli azt ebben a szigorúan, általa, titkosan őrzött információ bázisából kiemeli, hogy
Jön három emberi fiú, akik egy a háromban, három az egyben, és ők erősebbek lesznek Thotnál. És ha ezek a fiak a megfelelő időben felébrednek, és teszik a dolgokat, és összefognak, akkor le tudják győzni Thot által megírt eseményeket, le tudják győzni Thot hatalmát, és itt Thot nagyon jól tudja, hogy őt, mint olimposzi istenséget, aki nem akar jót az embereknek, zárjában megjegyzem, hogy voltak és vannak olyan olimposzi istenségek, istennők és istenek, akik más fajhoz tartoznak, mint az emberek, de jót akarnak az embereknek, nem akartak rosszat. De nagyon sok olimposzi isten és istennő nem akart jót az embereknek. És közöttük volt Hot, mégpedig ő volt olimposz vezére. Az olimposz egy metafizikai sík. Na most Thot előre látta, hogy jöhet három emberi fiú, akik Isten emberekké válnak, mert eredetileg is azok, és le fogják győzni őt. És ugyanígy nem mondja ki nyíltan Árkegyi Petrov, mert annál szerényebb, bár elgondolkodik, itt egyértelműen tudja, hogy őrőlük van szó. Háromójukról, Árkegyi Petrovról, Igor Erepjevről és Grigori Grabovojról, akik jóval többek, mint ezek az orosz nevek és ezek az orosz státuszok, hiszen három férfi eredetileg igen nagy és különleges tudással rendelkező lelkek. Ezt írja Petrov, hogy kihallgatta a teremtő és fiai beszélgetését, annó Thot, ott kihallgatózott, utána alkotta meg a smaragdtáblát. Hermész Trismegistost úgy ismerjük, vagyis Thotot, mint az emberiség tanítóinak egyikét. Himnuszokban dicsőítették, templomokat és könyveket szenteltek neki. De vajon ez az igazi arca? A szobában Thotnak egy másik arcáról is maradt ránk információs nyom. Arról, aki földi isteni nyilvánította magát. Arról az arcáról, amit szinte senki sem ismer. Thotnak közvetlen köze volt hozzá, hogy a korábban halhatatlan és mindenek felett hatalommal bíró ember, itt nyilván az általam is ismertetett Orrafim Turáni fényemberről van szó, olyan változásokon ment át, mely a halandó lények osztály része. Ő volt az, Thot, aki a halál magyarázatára kitalált egy közvetítőt, a sorsot. Az ember szellemi fejlődésének megállítására ő serkentett álnok folyamatot, mely oda kell vezessen, s majdnem el is vezetett, hogy értelmünk előjogait átadjuk a gépnek. A folyamat lényege pont az, hogy elcsábítsa az embert, hogy megtörje, letérítse a fejlődés útjáról, hogy másfelé irányítsa. Van tévé. Nagyszerű. Csak hogy létezik más is, sokkal jobb. A belső látás képernyője. Az első esetben az ember passzív, kintről irányítják. A másodikban aktív, alkotó. Akaratunkat meghagyták. Magunk választunk. Csak aztán ne gonosz sorsát átkozza, ki mellé nyúlt. És aztán még nagyon sok helyen van szó Thotról, itt ugye folytatódik tovább kalandjai sora Árkegyi Petroviknak, akik szintén az információs síkon, ez nem teljesen egy nap zajlik le velük, de többször látogatnak fel erre a síkra, amikor hívja őket az atya vagy az őrzők, és további ismereteket adnak át nekik. Egyszer megint fent vannak, és Thot is megjelenik, és Isten elkezdi úgymond korholni Thotot. Azt mondja neki, korai olyan eseményekről beszélned, mik meg sem történtek még. Figyelmeztettelek, az emberek megszerzik a tudást, hogy ne úgy legyen, mint korábban, mikor kevesek uralkodtak a többség fölött. Szigorú, leleplező hangon beszél az atya. Tovább mondja Thotnak az atya. Ne nézd úgy a gyermekeimet, úgy sem érsz el semmit. Nektek isteneknek megvan a serlegetek, én töltöttem meg legfelsőbb erőkkel. Most távozz, mondja neki. És ez, én mondom ezt, ez mondjuk úgy, hogy nagyon a közelmúltban történt, amit mondtam, hogy az atya rálépett Thot sarkára, ezért mindenkinek mondom, ne isteníts, ne is dicsőítsétek tovább Thotot.
ezek egészen biztos ismeretek, én is tudom, vagy elhiszitek, vagy nem hiszitek, járjátok utána, én mindig ezt mondom, az ember a saját tapasztalatából fogja megtudni, de jó nagy, hát ha mondhatnám, hogy pofára esés lesz, nyilván nem rólatok van szó, akik hallgatjátok ezt, hiszen nem véletlenül hallgattok engem, vagy Erkenyi Petrovot, de akik váltig állítják, hogy ott életvirága, mert azt a hamis életvirágát bizonyosan Tóth adta át az emberiségnek, és a vele összejátszó zéták, egyéb nefilim csoportok, nem csak Tóth az egyedüli ludasebben természetesen, de ő mint egy fővezér mindenképpen nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy elhallgatta az igazi tudást az emberiség elől. Úgyhogy az életvirága, amit eddig ismertünk, az a hamis életvirága. Miután azt mondta neki Tóthnak az Isten, most távozz. Tóth szemben láthatóan zavarban van, de engedelmeskedik a parancsnak, és távozik. És az atya mesél itt még Petrovéknak. Nem mindenki ember, aki annak mondja magát. Létrehozták, ugye Tóth és társai, az ábrázatomat, a teremtő képét. A természet segítségével, tükrözéssel, ugye, én mondom ezt, ez a tükrözés, amikor lemásolják az eredetit, de képtelenek rá, mivel lelket csak a teremtő tud adni. És Tóthék olyan emberisteneket, embereket teremtettek, akik lélekkel nem rendelkeznek, vagy csak valamilyen ellopott lélekrésszel, és mindenképpen elkorcsosultabb tudatú emberekről van szó, és hajde hányan vannak a Földön ilyenek. Aztán folytatja tovább az atya, azzal aztán el is torzult minden. Megváltoztatták a formát, burkot alkottak, testet és csontokat. Éljenek csak abban, de lelket, tudatot, kozmosz energiáját azt nem kapnak. Arra utal ezzel Isten, hogy ezekbe az emberekbe, akik hamisan, tükrözéssel lettek megteremtve, emberistenként és nem istenemberként, ők nem rendelkeznek Isten eredeti lelkével, tudatával, tudatrészével. Mert hát hogyan teremtettek ők? Kérdezi Isten, itt mesél Petrovéknak Tóthról. Állatokat tud teremteni a természet, csak arra képtelen, hogy igaz értelmet adjon nekik. Elszaladgálnak itt a földön, és kész. Körülnéztek odafönt, hogy is megy ez az én birodalmamban, mondja Isten. Egyesítették az emberrel, pontosabban úgy döntöttek, az embert fordítják vissza az állatok irányába. Miért egyesítették a földi állattal, aki nem járta be az evolúció útját? Hogy az ember fölé kerekedjenek, és általa szerezzék meg a hatalmat. A természetből dicsőt faragtak. De hiszen az ember teremtette, a teremtő. Persze nagyon szép a természet, de ugyan miért kellene ilyen földön túli szeretettel imádni önnön magunkat? Tehát itt arra utal Isten, hogy a természeti lélekre, a természeti emberre, mert szép a természet, állatokkal, növényekkel teljes. De itt a harmadik dimenziós természetre utal Isten, ami nyilván nem ugyanaz, mint az ötödik, hatodik dimenziós világok gyönyörű, ragyogó természete és isteni létezése. Itt, ahol még valóban verítékkel, könnyel, sárral kell megküzdeni, ahol nehéz növényt is termeszteni, mert mi van, ha kirohad, mi van, hogyha károkozók támadják meg, csigák, stb. Itt nagyon meg kell küzdeni mindenért a harmadik dimenziós világban, egészen addig, amíg át nem húzzuk az ötödik dimenzió felé az életünk folyását, és nem kezdjük átváltoztatni jobban a harmadik dimenziós létet, könnyebbé, mennyeibbé, istenibbé. Tehát itt erre utal Isten, hogy Tóthék a természeti embert teremtették meg, és állatokkal keresztezték az eredeti istenember DNS-ét, és ebből létrejöttek mindenféle korcsosulások. Míg Isten soha nem mondta, hogy avatkozzanak be így módon az eredeti isteni teremtésben.
És itt ismét egy másik alkalommal szintén fent vannak Árkegyei Petrovék is, megint csak ott van Isten, és ott is. Az Atya Birodalmának kapujánál megint áldogál valaki. Igorral rögvest ott termünk, hát ha segítségre van szükség. Thoth ismerős alakja. Csak más állarcot visel, sok állét. Minek cserélt állarcot? Azt hiszi, jobban tetszik majd a teremtőnek? Hát ezen nevettem, mondom én. A sötét síkról eljött, de maga után húzza sötét ruha uszáját. Az a halál. Végül csak sikerült neki bejutni a pokolba. Felismerte a helyzetet, összeszedte minden erejét, és bement egyenesen a falon át. Utána a földi szintre ereszkedett, oda, ahol az Olümposznál összegyűltek az istenek. És most megint itt van a mennyek kapujánál, mint Thoth ruha uszája. Az Olümposznál az isteneknek nem mondtak semmit. Itt arról van szó, hogy ekkor még létezett az Olümposz metafizikai síkja, egészen mondjuk 20-30 évvel ezelőttig, részben ma is létezik, fenntartva egy új lehetőséget, de az a régi olimposzi isteni birodalom megszűnt oly módon, hogy az olimposzi isteneknek be kellett születnie a földre emberként, mert ezt Isten elrendelte nekik. Azok az olimposzi istenek és istennők, akik nem születtek le a földre emberként, nem vállalták, azok felemésztődtek egy energiaörvényben, tehát Isten átalakította őket energiává. És Thoth még ezekben az időkben, itt mondjuk úgy, hogy az újkorban sem nagyon mondott az olimposzi isteneknek semmit. Legvégsőkig nem lettek tájékoztatva az olimposzi istenek, istennők arról, hogy Thoth lelepleződött. Egymással szemközt állunk, de Thoth elnéz mellettünk, a kaput lesi. Várakozása teljesül, a kapu kinyílik. Kilép a teremtő, megáll vele szemben, és szól hozzá. Látod, mi lett a vége? Az emberek már ismerik a valós képet. Közelebb kerültek hozzám, s én megajándékozom őket a szeretetemmel. Köztem és közöttetek most már ők állnak. Mit akarsz tőlem? Most már az emberekhez kell fordulnod. Hiszen joggal vették át a ti helyeteket. Itt Isten arra céloz, hogy különleges tudást adott át Isten az embereknek ezekben az új időkben, itt a mostani időkben, például Árkegyei Petrov, Grigori Rabovo és Igor Arepjev által, ezért az emberek felébredhetnek, és újra Isten emberekké válhatnak, ha akarnak. És az egykori istenségek pedig valamelyest pórul jártak, és kiestek a pixisből, Isten kebléből, azok az istenségek, akik nem voltak hajlandók anno az embereknek segíteni, illetve még mostani időkben sem segítenek, vagy nem akartak beszületni az emberek közé, és ezért Isten kissé, mondjuk úgy, hogy korholja, nyilván Isten szeretetteljes androgén lény, de azért megjelenik ez a korholás, ahogy az istenekhez szól, hogy Thothoz szól, hogy nem segítettétek másik teremtményeimet, az embereket úgy, ahogy én azt szerettem volna. Háromszor magasztos, mondja Thothnak, ugye, hogy milyen jogon hívja őt magát háromszor magasztosnak. Első nagyság a jóság, a második a gonoszság, hát a harmadik az igazság. Nem voltál te háromszor magasztos, mondja ki mondjuk egy ilyen végső ítéletet, teremtő Isten Thothra szembesíti azzal, nem voltál te háromszor magasztos, miért hívtad magad annak, miért hivattad? Thoth kínos mozdulatlanságba dermed, teljesen kilátástalan helyzetbe került. Törvényes minden, a csaták meg a változások is. De hogy fogadhatná el a változásokat, aki évezredeken át Isten volt, most meg szinte senki lett? Távozz, nincs mit hozzátennem, szól hozzá teremtő. Szeme sarkában szigor csillan. Thoth felelni szeretne, de a sötét úszáját visszahúzza. Thoth küszködik, kötélizmai dagadnak az erőfeszítéstől, hiába. A halál magával vonszolja. A teremtő felénk fordul. Nagyon pontosan jegyezzétek fel a szavaimat, és amit láttok. Thoth felé mutat, akit lefelé vonszol a halál a pokolban. Nyilván, mint mondtam, Árkegyei Petrovéknak mint egy népmesei szimbólumok jelenik meg
Isten tanítása és Isten híradása az információs térben. De akkor is ez mind igaz, csupán azért látjuk így, és láttatja így Isten Arkadi Petrovékkal a történéseket, hogy Thótnak sötét ruha uszáját lefelé vonja a halálcsont váza a pokolba, és a pokol létezik, hogy jobban megértsék az emberek egyszerű képekkel, hogy mi ez a folyamat, ami most történt az olümposzi istenekkel, Thóttal, és azért a halál vonja a Thót ruha uszáját, mert meg kell értenünk, hogy Thót ráerőltette az emberiségre sorsként, sorsot találva ki embereknek a születés és a halál körforgását, a reinkarnációt, holott Istennek nem ez volt az eredeti terve, hanem az, hogy az ember halhatatlan legyen és felemelkedjen. Ezért rendkívül fontos ezt megérteni, hogy most Thótot ragadja el, mondjuk úgy, hogy a halál nyilván nem semmisül meg, csak megsemmisülhet, és a teremtő akár vissza is vonhatja őt, és űrporrá teheti, mert hatalmában áll Thótot megsemmisíteni és energiává alakítani, mint jó pár olümposzi isten, ha Thót nem tér jó észre, nem akar megjavulni. És ez az a szimbolikus kép, hogy amit ott fent valóban úgy láttak árkegyiék, hogy halál lefelé vonszolja Thót ruha uszáját a pokol mélyére. Meg kell javulnia, hogyha még egy kicsit a teremtő kedvében akar járni. Hát a leglényegesebb dolgokat elmondtam, még további oldalakon egyébként itt megjelenik néha Thót, ugye hosszú kampós csőrű íbisz fejűként is, tehát egyszer tudjuk, hogy az egyiptomi ábrázolásokról ismerjük, hogy hol sakál fejűként, hol íbisz fejűként jelenik meg, és nekem mindig egy ilyen furcsa, tudom, már 16 évesen a művelődés történet könyvemben volt Thótról ilyen sakál fejű kép, és sakál fejűnek lenni, miért? Miért kell rejtőzködnie, és a sakál nem is egy annyira szép vagy bizalomgerjesztő állat. Úgyhogy már akkor nem értettem ezt a Thót imádatot, vagy hogy miért ő lenne az emberiség segítője, vagy megváltója. Ibisz fejű Thót pedig szintén nem tetszett, mert nem értettem, hogy most meg miért madárcsőrű. Miért nem képes valami emberi alakot ölteni, emberi arcot. Persze lehetne attól még, mert vannak macskalények, meg van nagyon sokféle sáskalények, akik jók egyébként, mantidlények. De ez az ibisz, és néha sakálfej, különösen a sakálfej bennem soha nem keltett szimpátiát. Jó, itt csak összefoglalom a saját szavaimmal azt, hogy nem hiszem, hogy ezt már következő alkalommal tovább folytatom ezt a felolvasást, mert akit érdekel, az el tudja olvasni, de fontos volt ezt azoknak, akik ezt nem ismerték még, átadnom, akik pedig már olvasták a könyvet, vagy megvan nekik akkor is, mert nem mindenkiben él ez a történet aktívan. És az a lényeg, hogy Thót mégis először a sötétség oldalán döntött a teremtő intése ellenére, aztán mégiscsak tette egy jó dolgot, amivel megmentette a Földet a mesterséges pólusváltástól, amiről szintén mesélek Galaktikus Történelem című egyik nyilvános videómban, és egyáltalán az órákban, 7x20-ban már többször elmondtam azt, hogy egy mesterséges pólusváltást akartak előidézni a sötét erők és a hamis fény erői, Zephelium fajok, akik azt tervezték, hogy itt a 2000-es évek elejére a Föld felszíne lecsupaszodik, annak köszönhetően, ők beindítanak egy mesterséges pólusváltást. A Föld egyik párhuzamos változatán ez be is indult.
És a fényküldöttek, csillagmagok itteni munkálkodása, például Arkadij Petrov munkálkodása miatt, és a ti szíverőtök miatt, a ti eszetek miatt, a ti felébredésetek miatt sikerült ezt a mesterséges pólusváltást megelőzni, illetve határozatlan időre eltolódott. De sötétek terven nem sikerült. És ez annak is köszönhető, hogy Thoth, hogy helyrehozza a hibáját a teremtő intésére, majd hogy nem parancsára, egy olyan cselekedetet hajtott végre, amely visszaszívta ezt a mesterséges pólusváltást. Elódázta. Az emberiség kapott esélyt még a felébredésre, a tanulásra, és nem kellett elpusztulnunk a 2000-es évek elején a földfelszínen. Igen. Hát nyilván Thoth tudta, hogy mit veszíthetsz önmagát, lelkét, mindenét, hogyha Istennek nem kedvez abban a pillanatban. Igen, itt még pár mondat. Atya Isten mondja Petrovéknak, hogy maguk az olimposzi istenek is mindig nagyon féltek, hogy elveszíthetik hatalmukat. Thoth pedig kihasználta ezt a félelmet, tehát az emberek félelmét is, és az istenek félelmét is. Mágiákat használ. Odáig is süllyedt, hogy a kezdetek kezdetéhez lopakodott, kihallgatta szavaimat. Ugye? Tehát itt újra megismétli Isten azt, hogy kihallgatta Thoth Isten szavait. Így hallotta meg azt is, feltámasztás. Az istenek meg hittek neki, hiszen főisten volt. Hogy senki se törjön a hatalmára, szövetséget kötött a halállal, tehát tudta, hogy Isten eredeti tervében szerepel a feltámasztás is, az emberek feltámadása, illetve felemelkedése. Thoth kitalálta az állandó születés és halál körforgását, mint egy sorsot talált ki az embernek, elhitette az emberekkel, hogy 70-80 évig élhetnek csak, és szövetséget kötött a halállal szó szerint. Utána arcot kezdett keresgélni magának, meséli a teremtő. Választhatta volna mondjuk a sas vagy az oroszlán képét is, de ő a sokált, vagy az ibiszt választotta. Az ibiszt nálatok a varjúnak felel meg, és magát nevezte ki az élet és a halál közti választóvonalnak. Méricskélte az emberek cselekedeteit, ítélkezett, büntetett. De a legfőbb célja az volt, hogy Isten embert szüljön. Pontosabban emberistent. Szerintem itt a fordításban egyébként egy hiba van, a 320-as oldalon. Ezt jó lenne becsillagozni, vagy ha más is észrevenni, mert ez így logikailag nem jön össze. Ezt már akkor is felfedeztem. Tehát nyilván Thoth célja nem istenember képzése volt, hanem emberisteni. Mint ahogy a következő sorban ott van, csak hogyha sikerül neki, abból emberisten születik, olyan, mint ő, ami pedig pont az ellenkezője az istenembernek. Tehát itt meg is kapjuk a választ, tehát ott a fordításban egy, vagy a gépelésben egy elírás van. Oké. Okay. Kihangsúlyozza még egyszer az atya. Az eredendő bűn többek között az atya nélküli születés. Ha nincs atya, nincs Isten, nincs lelke sem az újszülöttnek. Thothéknak erre a hamis, tükrözött ember csinálására érti. Nem arra, hogy egy férfi és egy nő együtt van, és nem gondolnak Istenre, mert attól még a született embereknek a Földön van lelkük, legalábbis soknak. Itt arra gondol Isten, amikor Thothék ezt a hamis, úgy alkottak embereket a Földre, úgy hívtak életbe, hogy úgy materializáltak, hogy nem tudtak beleadni lelket. Ezek a lelketlen emberek a Földön. Így írja, így mondja az atya, nem mindenkinek van lelke, aki emberi ábrázatot visel. Legyetek figyelmesek, elkészítették a mását, de a lélek minősége tulajdonságai hozzáférhetetlenek bizonyultak számukra.
Elsőként mindig azt nézitek, van-e lelke az embernek, szól a teremtő figyelmeztetése. És egyetlen egy dolog, ami idevág, ami elég nagy port kavarta a nyilvános videómmal kapcsolatban, a hamis életvirágáról. Hogy Drumvaló Melchiziteket megvezette, és ezt nagyon sokan ugye nem hitték el, míg mások írtak nekem e-maileket, hogy ezt ők hiszik, és így áll össze nekik is a kép. Arkadij Petrov könyvében nem csak Asiana Dien-től halljuk, hanem Arkadij Petrov, Grigori Grabovoj vonatkozásában is elhangzik, aminek el kell hangzania. Hát ugye Arkadij Petrovnak ez a második kötete a Zöld trilógiából, és itt megtaláljuk, hogy számos műben megtalálható például Thoth Isten élet leírása, amelyet a legtalálóbban véleményem szerint írja Petrov, Drumvaló Melchizedek jelenített meg az Életvirágának ősi titka című könyvében. Ez az ember egy fizikus, akit korszakunk egyik legtehetségesebb látnokának tartanak. Drumvaló sohasem rejtette véka alá, hogy tudását nagyrészt Thothnak köszönheti. Ez ritka alkalmat nyújtott arra, hogy elsődleges forrásokból merített tények összevetésével közelebb jussak az igazsághoz, írja Arkadij Petrov. Egyfajta pszichológiai vizsgálatot szándékoztam végezni az emelkedésről és a bukásról. Itt hozzáteszem azt is, mielőtt folytatom tovább ezt a drumvalós történetet, hogy amikor elolvastam ezt Arkadij Petrovtól, előtte hallottam Asiana Dien-től is, hogy Thoth bizony elbukott, és nem igazán az emberiség javát szolgálta, és hamis. Ez megerősített abban a hitemben, amit már 10 éves koromtól én jól tudtam, hogy Thothban nem szabad bízni. És hogy az az életvirágjel, amit sokan istenítettek és medálokba zártak, soha nem viseltem, soha nem festegettem, és mindig úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Drumvaló és Thoth, ja, és kiemelem még egyszer, ahogyan a nyilvános videómban is kiemelem az Életvirága videómban, hogy Drumvaló Melchizedek egy Melchizedek eredeti, smaragdrendi, kolostoros, égi, mondjuk úgy angyali rendből lejött magas tudatosságú lélek, egy tiszta ember, akit sajnos megvezetett Thoth. Ettől függetlenül Drumvaló egy rendkívül szeretetteljes lény ma is. Nem tudom, hogy ma tudja-e azt, amit tudnia kell. Egy kedves megrendelő hölgytől, aki külföldről rendelt tőlem Amerikából, ő ezt nagyon finoman és egy rövid levélben megkérdezte Drumvalótól, tudja-e már, hogy Thoth tulajdonképpen egy áruló, és hát még nem tudom, hogy kapott-e választ, azt mondta, hogy ha kap választ, akkor velem mindenképpen tudatja, úgyhogy kíváncsiak leszünk Drumvaló Melchizedek válaszára, mert megírtuk neki angolul, ez a hölgy, és én is láttam a levelet, úgyhogy a levél meg kellett, hogy érkezzen a napokban akár Drumvaló Melchizedekhez, és lehet, hogy nem fog rá reagálni, az is lehet, hogy fog. Szóval Arkadij Petrov is vizsgálódott, és olvasom tovább még egy kicsit. Drumvaló és Thoth ismertsége, amiről maga az író számol be, azt a gyanút kelti, hogy az Istennek volt ezzel valami furfangos terve, mármint hogy Drumvalót felkereste. Abban az időben, amikor Thoth kapcsolatba lépett Drumvalóval, az író már birtokában volt valamiféle különös, szent geometriával kapcsolatos titkoknak. Sőt, már jóval azelőtt is fontos tudásra tett szert, hogy barátságot kötött volna a ravasz istennel. Itt mesél Drumvaló spirituális ébredéséről, tapasztalatairól, hogy ő már Thoth megjelenése előtt ő az életében találkozott angyali lényekkel, akik átlátszó teste jelentek meg a szobájában, meditált, jogázott, stb. És csak utána jelent meg Thoth, nyilván egyfajta holografikus képként, a szobájában is kezdett el vele beszélgetni, illetve beszámol arról Drumvaló, arról is, hogy szemtől szemben
egy emberként is megjelent neki a szemközti fotelben ott, tehát mint egy húsfér ember, és olyan ismeretekbe vezette be Trumvalót, amit nyilván csak egy ilyen magasabb szintű lény tudhatott. Megyek tovább, és akkor ebből levezeti Árkegyei, mindez arra enged következtetni, hogy Todd sem véletlenül jelent meg Trumvaló életében. Hát nyilván nem, most már tudjuk. Valami volt, ami felkelthette az érdeklődését, valami olyasmi, amit ő maga nem tudott megszerezni az új tanításokból. Folytassuk csak Trumvaló történetét. 3-4 hónappal azután, hogy visszatértem Egyiptomból, megjelent előttem Thot. Azt mondta, meg akarja nézni azokat a geometriai alakzatokat, amelyeket az angyalok adtak nekem. Az angyalok feltárták előttem a valóság és a szellem közötti kapcsolat geometriájának törvényszerűségeit, és megtanítottak meditálni. Thotot mindenek előtt a meditáció érdekelte. Ennek az volt a magyarázata, hogy az általam elsajátított módszer sokkal egyszerűbb volt annál, mint amit ő alkalmazott. És nagyon fontos, hogy ezt már a nyilvános videómban is felolvastam, tehát Árkegyei Petrov pont azt a részletet tette ide, amit én az Életvirágának ősi titka című könyvéből Trumvalónak felolvastam az élet, a hamis igazi életvirága nyilvános videómban, mi szerint Thot hogyan jelent meg Trumvalónak, és hogyan keltette fel az érdeklődését az angyaloktól Trumvalónak adott szent geometria, eredeti szent geometria tudása, és ugye csere üzletet ajánlott Thot Trumvalónak, Thot felajánlotta saját történelmi és nagyon sokféle tudását Trumvalónak, és azt kérte Trumvaló Melchizedektől, hogy adja oda azt a szent geometriai tudást, amit újonnan kapott az angyaloktól. Jelzem még egyszer, az angyalok igazi tudást adtak át Trumvalónak, és Thot ezt eljátszott, hogy meg akarja szerezni, hiszen Thot nyilván ismerte az igazi életvirágát, de azért kérte el Thottól, hogy az kissé megmahinálva adja vissza neki, mint egy hamis életvirágot, és ezzel elhitesse Trumvalóval, hogy micsoda ajándékot kapott Thottól, cserébe megkapta Thot emlékeit, tapasztalatait, történelmi tudását, és Trumvaló is elkezdte terjeszteni cserébe a hamis életvirágról szóló tapasztalatokat, vagy geometriát és szakrális tudást. Tehát a finomanyag technológiáit az angyalok tárták fel Trumvalónak, és Thot tőle akarta megszerezni ezt a tudást. Petrov is erre a következtetésre jutott. De vajon miért volt szüksége Thotnak közvetítőre, mármint Trumvalóra ehhez? Valószínűleg azért, mert ő maga az ellenkező táborhoz tartozott, és az angyalok nem álltak volna vele szóba. Ez is igaz, Petrov következtetése, de nekem meg az a következtetésem pluszban, hogy amit az előbb elmondtam, hogy Thot úgy gondolom, hogy ismerte az eredeti életvirága, a genézis, a többi szimbólumokat, egyszerűen megvezette Trumvalót, szó szerint megvezette oly módon, hogy az angyalok által átadott alapszent geometriai ábrákból kihozott neki egy helytelent. Mármint, hogy ezt. Az angyalok valami ilyesmit adhattak át Trumvalónak, és ebből addig-addig csűrte-csavarta Thot, addig rajzoltatta Trumvalót, addig ezt adta át neki, és Thot azt állította, hogy ebben van benne minden, ez az igazi életvirága, holott nem is. Persze felmerül egy másik kérdés is, ugye egy Petrov is boncolgatja a kérdést, mit adott Thot Trumvalónak az elérhetetlen mennyei technológiákért cserébe? Itt Petrov ugye vagy nem jött rá, vagy később jött rá, vagy egyszerűen csak egyszerűbben fogalmazott, de nekem meggyőződésem az, hogy Thot ismerte az eredeti mennyei technológiát, csak egy furfang révén adta át Trumvalónak a hamis életvirágjelet, hogy ezt terjedjen el itt a modern, spirituális körökben. Mert erre bizonyítékot is kapunk Trumvaló könyvéből, amelyben le is írja, hogy Thot azt mondja neki, hogy
Hosszas rajzolgatás után a drumvaló próbálta összeállítani az élet virágát, és aztán mindig visszadobta neki, hogy még mindig nem jó, még alakíts rajta, még alakíts rajta, míg egyszer csak előállt ez a hamis életvirág jel, és azt mondta Todd, ez benne van az életvirág könyvben, azt mondta Todd, hogy na ez az, ez már jó lesz. Most már összeállt az igazi életvirága, tehát nyilvánvalóan Todd megvezette orránál fogva a drumvalót jobban, mint azt gondoljuk. Le is írja Petrov, hogy Todd átadta emlékeit, múltját, tapasztalatait, tudását drumvalónak cserébe, és ami a legfontosabb, a drumvaló nem sejtve, mi rejlik e mögött, szó nélkül bele is ment a cserébe. Attól tartok, írja Petrov, hogy az élete során valamikor még szembe kell majd néznie könnyelmű ígéretének következményeivel. Ez az, amiről én sem tudok semmit. Máj, a levelet kiküldtük, hogy tudja a drumvaló már, hogy mit tett, és hogy hogyan, milyen módon kell ezért felelnie, azt csak szó szerint Isten tudja. Jó. Azt hiszem, hogy ennyit akartam. Akkor itt még van egy kis írás, a cinkos társaival Todd úgy döntött, hogy mindenben helyettesítik a teremtőt, és még attól sem riadtak vissza, hogy megkíséreljék az ember teremtését. Tudták, hogy az ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, ezért képmását a természet adta tükörképből merítették ki. De a tükörkép visszatükröződése torzítást eredményez, következtetésképpen megváltozik a forma. Amit teremtettek, az nem emberi test, hanem egy külső réteg és egy csontokból álló váz volt. A teremtő rájuk hagyta a saját kreálmányukat, amelynek nem adott sem lelket, sem tudatot, sem energiát. Addig kutattak, szimatoltak, amíg meg nem kapták azt, amire vágytak. A 40-50 évig élő betegségekben szenvedő embert. Az igazi ember azonban Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Kitalálták a sorsot Todték, és azt mondták, hogy voltak olyan emberek, akik, meg máig is, akik 40-50 évig éltek, tehát létrehoztak olyan embertípusokat a Földön, és embereket, akikben nem tudott lélekenergia költözni. Hogyan tett Todd Hermes ilyen szintű tudásra? Hogyan tett szert Todd Hermes ilyen szintű tudásra? Folyton leselkedett és hallgatózott. Figyelte a teremtőt. Hol egy fal mögé bújva, hol egy ajtórésen át, és ha nem tudott valami miatt a közelébe férkőzni, akkor segítségül hívta a mindenhova eljutó szélistenét. Most értsétek rá, akár allegorikusan is. A hermetikus írásokban Todd Hermes gyakran rámutat a teremtőhöz való közelségére, azt állítva magáról, hogy ő volt Isten írnoka, és mindent leírt, amit tőle hallott. Igorral azonban nem találtunk ennek nyomait, nem találtuk ennek nyomait az információs térben. Ha teljesített is írnoki szolgálatot a teremtő háta mögött, akkor bizonyára nagy titokban tehette. Nem mintha sok értelme lett volna titkolózásnak. A teremtő átlátott az egykori fényangyalon, aki talán csak a saját álmaiban és illúzióiban maradt, leleplezetlen. Áruló, Todd Hermes, harmadik neve, az, aki elárulta a mindenség teremtőjét. Úgy gondolom, ezek elég súlyos vádak, és ezek a vádak jogosak, és Todd egyetlen bírája Isten lehet. Köszönöm a figyelmet, és a novemberi órákkal megyünk tovább. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!